Készítsünk kínai lampiont. Ahhoz, hogy saját kínai lampiont készíthessünk, szükségünk lesz piros és sárga kartonlapokra, egy snitzerre, egy tűzőgépre, egy ceruzára és egy vonalzóra. Először a látható módon húzzunk két vonalat a piros kartonlap tetejére és aljára. Ezután a két vonal közötti területet osszuk egyenlő távolságokra, és vonalazzuk be. Egy vágólapon a snitzer segítségével vágjuk végig a függőleges vonalakat. A snitzer használata veszélyes lehet, ehhez kérjétek felnőtt segítségét. Amikor ez elkészült, a sárga lapot egy kicsit kisebbre vágjuk, mint a piros. A piros kartonlapot meghajtjuk a hosszabb oldala mentén, és a sárgára tűzzük úgy, hogy hagyunk egy kis sárga szegélyt. Végezetül a sárga kartont összetekerjük, és összetűzzük a széleit. Ugye milyen csodás? Elkészült a kínai lampionunk.